óvodai pedagógiai napok, adomány érkezett, Hunképes lexikon, népszerű a Honvéd Kadét program. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 17-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvodában idén is megtartották az őszi pedagógiai napokat. A Madarász Imre Egyesített Óvoda az Oktatási Hivatal Bázis Intézményeként szervezi meg a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal közösen az őszi pedagógiai napokat, ami mindig egy hetes programsorozat Jászhegyszékhelyen Szolnok megyében. Ennek keretében az óvodákban előadások, bemutató foglalkozások, konzultációk zajlanak. A Kúten úti óvodában Balajtiné Sütő Margit tartott intézményvezető helyettesként, szaktanácsadóként egy előadást a gyermeki motivációról, hogyan is tudják motiválni az óvodáskorú gyermekeket a tevékenységekre. Mi mindennek kell lennie az óvodapedagógusok tarsolyában ahhoz, hogy a gyermekeket bevonzák azokba a programokba, amelyek a fejlesztésüket szolgálják. A Kúten óviban mese előadás is volt. Egy mesélés-verselés tématerületen került sor bemutató foglalkozásra a Cica csoportban, amelyet Homoki Judit tagintézményvezető, gyógypedagógus, óvodapedagógus tartott. Itt kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek bevonása történt a mesetevékenységekbe, mesejátékokba, dramatizálásba, anyanyelvi játékokba. E köré fonta a felépítést a foglalkozásnak az óvónő. A SZIM óvodában a környezetvédelem, környezettudatosság, a fenntarthatóság volt a téma. A SZIM óvoda örökös zöld óvoda, emellett Jászhegyszékhelyen Szolnok megyében zöld bázis óvodai intézményi feladatokat is ellát, így megyénk óvodáinak segít szakmai tanácsokkal az ott dolgozó óvónői kollektíva. A program sorozat a Kinizsi úti óvodában zárult. A Kinizsi utcai tagóvodában Molnárné Orosz Csilla tagóvodavezető szaktanácsadó tartott bemutató foglalkozást. A környezettudatosság területén bemutatásra került az a program, amelyet Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógusok, tehetségműhely vezetők alakítottak ki abban a tehetségműhely foglalkozás keretében, amelyet a Fiúról Apára program módszertanából építettek be a műhely munkába. Nagyon fontos a motiváció. Nincs fontosabb most a mai világunkban, mint a fenntarthatóságra nevelés a gyermekek életében, de a családok életében is, hiszen nem téves a címe a programnak, hogy Fiúról Apára, hiszen itt az óvodás gyermekek példamutatásával a családokat is próbáljuk megismertetni különböző lehetőségekkel. A karcagi programsorozat ezt a négy tevékenységet foglalja magába, de Jászhegyszékhelyen Szolnok megye több bázis intézményébe a karcagi óvónők is ellátogatnak. Nagyon fontosnak tartjuk a módszertanok megismerését, a jó gyakorlatok meglátását, beépítését a saját óvodai programunkba. Így mi is jártunk Szolnokon, Jászberényben, azokban a bázis óvodákban, akik ebben az időszakban a gyermeki motiváció témájában bemutató foglalkozásokat és előadásokat vállaltak. Karcagra a környező települések, Nagy Iván, Kisújszállás, Kunmadaras óvodáiból érkeztek a kollégák, de más időszakban is szakmai kapcsolatokat ápolunk egymással, és ilyenkor ők is kíváncsiak arra a gyakorlatra, amit mi itt megvalósítunk. Nagyon fontos, hogy a saját intézményünk 8 óvodájában működő szakmai munkaközösségek tagjai ezeken a foglalkozásokon részt vesznek, hiszen a gyakorlatból nagyon sok mindent el lehet lesni, meg lehet tanulni. Be lehet építeni a saját gyakorlatába az óvodapedagógusainknak, illetve adaptálni lehet azokból a programokból, amelyeket most látnak. Nekünk is nagyon sok olyan óvodával van kapcsolatunk, akik a tehetséggondozásban élen járnak. Ennek keretében voltunk több helyen is. Építjük a saját műhely munkáinkat, foglalkozásainkat. A szolnokvárosi óvodákkal nagyon kiváló a szakmai kapcsolatunk az Óvodai Kiválóság Klub keretében. Ennek idén is lesz folytatása, így szeretnénk mi magunk is az ő gyakorlataikból beépíteni. Azt gondolom, nekünk nagyon széles körű a tehetséggondozó területünk, de mindig van mit tanulni. Mindig vannak új lehetőségek, amelyeket egy kicsit elhozunk és beépítünk a saját óvodai programunkba. Úgy, ahogyan mondtam az előbb, itt a Fiúról Apára a környezeti tevékenységek beépült be.
Ezen a területen picikét szeretnénk még szélesebb látókörrel rendelkezni, még több gyakorlati tapasztalatot beépíteni, hiszen az intézményünkben kialakított tehetséggondozó rendszerre nagyon sok óvoda kíváncsi. Az elkövetkezendő időszakban a szolnokvárosi óvodák szakmai napján fogjuk bemutatni a rendszerünket, ezen belül a természeti területen működő műhelymunkáinkat, tudtuk meg Gulyás Ferencnétől. Újabb adomány érkezett Karcagra, a karcagi többcélú kistérségi társulás idősek otthona és háziorvosi intézmény Zöldfa úti idősek otthonába, amelyet Fodor Gusztáv lelkész a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör nevében adott át. Köszöntöm nézőnket, beszélgetőtársam Fodor Gusztáv, református lelkész, a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör egyik alapítója. Köszöntöm stúdiónkban. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Nemrég még adományosztáskor találkoztunk, beszéljünk egy picit először erről, hiszen néhány héttel ezelőtt az idősek otthonának hozott egy jelentősebb adományt. Honnan érkezett ez az adomány? Tudni kell azt, hogy a Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek nagyon sok holland támogatója van, de annak örülök, hogy nem csak Hollandiából érkeznek támogatások, hanem egyre jobban a magyarországi támogatók is aktivizálódnak. Hosszú távon nekünk nem az a célunk, hogy minden csak Hollandiából kapjunk, hanem annak örülünk, hogyha itt Magyarországon is ráébrednek a támogatók arra, hogy nem olyan szegények, hogy ne tudjanak másokon segíteni. Visszatérve az eredeti kérdésre, ez a támogatás Hollandiából érkezett, és van rajtunk egy ilyen nagyon kellemes nyomás Hollandiából. Mégpedig az, hogy az a kegyelmi állapot jellemző a Tiszatavi Keresztény Polgári Körre, hogy mindig tele van a raktárunk. És ezért, és gondolkodtam azon, hogy vajon miért van tele a raktárunk, valószínűleg azért, mert tele van a szívünk is, és ha tele van a szívünk, akkor tele van a raktárunk is, és ha tele van a raktárunk, akkor tele vannak a kezeink is, és tele kézzel érkeztünk Karcagra. Az idősek otthonán, az egyik idősek otthonát látogattuk meg, és hoztunk egy 2-3 millió forint értékű adományt, és nagyon-nagyon örültünk neki, mivel a polgári körnek van egy olyan komoly etikai szabálya, hogy mi tiszteljük az életet. A Földön jelenlévő mindenféle életet, elsősorban az emberekét, és én úgy gondolom, hogy az idősek nagyon megérdemlik azt a fajta szeretetet, gondoskodást, hogy mindenből a legjobbat kapják azok, akik végig dolgozták az egész életüket, és az életüknek az utolsó szakaszát, tehát méltók arra, hogy a legjobbat kapják, és a polgári kör, én úgy gondolom, hogy a legjobbat hoztuk nekik. És mi minden volt ebben az adományban? Ebben az adományban csupa olyan dolog volt, amivel egy kicsit komfortosabbá tudtuk tenni az életüknek ezt a szakaszát. Ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 45 matracot hoztunk, amelyek ergonomikus matracok, Hollandiából érkeztek, és nagyon-nagyon értékesek, tehát hogy olyan technológiával vannak elkészítve, hogy kényelmesek, és én tudom azt, hogy az, aki sok időt tölt az ágyban, annak nem mindegy egyébként, hogy az alvása is milyen minőségű. Hoztunk még fertőtlenítőszereket, hiszen a Covid ráirányította a figyelmünket arra, hogy a fertőtlenítés, a higiénia, azt is lehet mondani, hogy életbevágóan fontos, életmentő jelentőségű ez a támogatás. Hoztunk még speciális kerekesszéket, hoztunk még egy-két kórházi ágyat, és nem is emlékszem pontosan mit még, de néhány olyan doboz higiéni eszközt, tehát többféle higiéni eszközt hoztunk, és a fertőtlenítésnek a széles palettáját ebből az idősek otthon el tudta látni. Sajátos kutatás és lexikon készült a kunokról. Hamarosan eljut az összes kis- és nagykunsági iskolába az a kunképes lexikon, amely a napokban jelent meg Mészáros Márta és dr. Nagy Molnár Miklós, a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának szerkesztésében. Még a Covid előtti időszakban kereste meg Mészáros Márta, a Kiskunfélegyházi Múzeum igazgatónője, dr. Nagy Molnár Miklóst a közreműködésre. Ez a könyv, ez a kis lexikon féleség, tehát egy olyan gyerekeknek szóló alapvetően, tehát a gyermekkorosztály célozza meg. Még a Covid előtt találkoztunk Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével,
aki a Kiskun Múzeumot és a Nagykun Múzeumot kereste meg, hogy ő neki, mint a népfőiskola, a Lakitelki Népfőiskola vezetőjének, illetve mentorának volna egy olyan ötlete, javaslata, amiben közreműködésünket kéri. Elmondása szerint szeretett volna már nagyon régóta egy olyan lexikont, ő ezt így nevezte el, ahol szócikkek vannak a kunokkal, a kunsággal kapcsolatosan. Olyan szavak, amiben benne van a kun, tehát kunkötés, kunhímzés, illetve ebben az elején legyen benne egy kicsit a kunok története. És így elkészült ez a kis könyvecske, ami tulajdonképpen olyan szócikkeket tartalmaz, ami 2-3 mondat. Tehát nem lehetett nagy tudományos munkákat megírni benne, viszont ilyen szócikk van benne, hogy Milkói püspökség, tehát amit kevesebben tudnak, akkor a hódtavi csata, vagy hasonló dolgok, és mellette természetesen az olyan évszámok, illetve betelepüléssel, a kunokkal kapcsolatosan, olyan évszámok megmagyarázása, leírása. Jelentős személyiségek, királyok és egyebek, a nagy kötöny, akinek a megjelenítés. Tehát összegyűjtöttük ezeket a fogalmakat, adatokat, illetve személyeket, akiket úgymond ismerni kell a gyerekeknek. A kötetben a második rész egy fogalommagyarázó rész, ott megtalálható a kunhimi atyánk, ugyanúgy, mint a kunhímzés, a kunkötés, amire már utaltam. És az egész kötet egyébként az egész kunságot öleli föl, tehát a kis és nagy kunságban megtalálható szavakat, illetve fogalmakat. És a harmadik rész pedig egy települési bemutató. Tulajdonképpen ebben a részben a kiskunság és a nagykunság településeit írjuk le két mondatban. Hogy a kiskunság 30-on felüli településsel települést jelent. A nagykunság az ugye történetileg 6 települést, de ma már ugye ez 9 településnek nevezhető, hiszen ugye a történeti 6 kunságban Kunszentmárton épp úgy benne van, mint Kunszentmárton 2 pusztája, amiből később önálló település lett Mesterszállás és Kuncsorba, illetve Karcag egykori tanyavilága, tanya központja, Beregfürdő, amelyik ugye a 90-es évektől önálló település. Tehát tulajdonképpen minden olyan településről van, megemlékeztünk, amelyik önálló és címerrel rendelkező település. Versenyt is indítanak a tanulók részére. Amikor a könyv bemutatója volt Kiskunfélegyházán 2 héttel ezelőtt, akkor ott ült Lezsák elnök úr is, és ő mondta, hogy ez az egész könyv 3000 példányban jelent meg. Kereskedelmi forgalomba nem kerül, mivel hogy pályázati pénzből készült, és azért ilyen sok példányszámú, azért ilyen nagy példányszámú, mert az ő elképzelése és terve szerint ezt a kunságban, a kis és nagy kunság településein valamennyi iskolába több példányba meg fogja küldeni a Lakitelek Alapítvány. És ezzel kapcsolatosan az iskolásoknak pályázatot szeretne kiírni, illetve írnak ki a meghirdető szervek, tehát ugye a 2 kun múzeum, a Kecskeméti Múzeum és a Lakiteleki Alapítvány a kiírók. És ennek a célja az, hogy ezt a könyvet feldolgozzák, megismerjék az emberek, hiszen egy könyv, hogyha nem forgatja senki, akkor csak írott malaszt. Úgyhogy ezért meg könyves polcon dísz. És hát ugye nem szeretnénk, hogy ez ilyen legyen, és szeretnénk, hogy akkor megismerjék, és ugye ennek a legjobb útja, módja az, hogy gyerekekkel, és pályázatot ennek megfelelően írják ki. Töretlen a népszerűsége a Honvéd Kadét programnak, országosan már több mint 7000-en tanulnak ebben a képzésben. Több mint 50%-kal, csak nem 2500-al többen tanulnak a Honvéd Kadét programban az előző évhez képest. A programban résztvevő iskolák száma az elmúlt 5 esztendőben folyamatos emelkedést mutatott, 2021-hez képest pedig több mint negyedével nőtt.
a Honvéd Kadét program, amely a középiskolások számára élményszerűvé teszi az ismeretek elsajátítását, három szinten működik. A honvéd kadétok közismereti képzésben a honvédelmi alapismeretek oktatására helyezik a hangsúlyt, a szakképzés keretében pedig 7 szakirányban honvéd kadét szakmát oktatnak a technikumokban. A honvéd kadét program 2017-ben váltotta a tárca korábbi pályaorientációs programját, amely nem csak nevében, hanem tartalmában és alapvető célkitűzésében is megváltozott. Ezzel új alapokra helyezte a honvédelmi nevelést. A jelenlegi biztonsági helyzet megerősítette a magyar kormányt abban a célkitűzésben, hogy egy erős, jól felszerelt és jól szervezett haderőt építsen ki. Október 1-ig 121 középiskola csatlakozott a programhoz, amelyben már 7109 kadét tanul, közismereti képzésben 5123, szakképzésben 1671, honvéd kollégiumban 315 diák. A képzés mindkét nem körében népszerű, hiszen a kadétok 35%-a lány, áll Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter Karcak Televízióhoz eljutatott közleményében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!